Ezek olyan vakcinák, amelyeknek a hosszú távú hatásait senki nem ismeri. És a gyerekek esetében abban viszont mindenki egyetért, hogy sokkal kisebb a vírusnak a kockázata az ő esetükben, tehát ha bármilyen hosszú távú negatív következménye lehet ennek az oltásnak, akkor már nem éri meg a gyerekeinket beoltani. Egy olyan vírus ellen, amely rájuk egyelőre nem tűnik veszélyesnek, sőt az újabb variánsok esetében is ezt már megerősítették, tehát ezért ellenezzük, hogy ezt a kockázatot ne vállaljuk fel. Bár az újabb variánsok esetében a fertőzöttségük veszélye nagyobb, csak a súlyossága kérdéses. A gyerekek esetében sokkal kisebb a vírusnak a kockázata. Nem éri meg megállítani valahogy ezt a járványt az oltásokkal? Én úgy gondolom, hogy az, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy felvegye az oltást, hogyha ő fél a vírus kockázatától, ezt kutya kötelessége az államnak biztosítani, de az, hogy ezért valaki nem mehet el, mondjuk nem költözhet be egy kollégiumba, nem mehet el egy egyetemi tanévnyitóra, nem kezdheti meg a fél évet az egyetemen, ez olyan brutális szabadságkorlátozás, aminek semmilyen alapja nincsen. És az időseknek az zaklatása egyébként az különösen felháborító a kormány részéről. Az, hogy az otthonában felkeresni azokat az időseket, akik nem oltatták be magukat, ők a legveszélyeztetettebb. Világos, de ők nem azért nem oltatták be magukat eddig, mert nem jutott eszükbe, hogy hoppá, be lehetne oltatni, hanem mert ők így döntöttek. És az emberek döntését a kormánynak figyelembe kell vennie, és tiszteletben kell tartania. De hát most itt csak rábeszélni akarják őket, nem kötelezni. Igen, de ez egy nagyon erőteljes nyomásgyakorlás, amit folytatnak. Az egészségügyi dolgozók esetében a munkájuk elvesztésével zsarolják őket tulajdonképpen, és számos más intézkedés, minden, ami a védettségi igazolványhoz kötött előny most Magyarországon, az erre tereli az embereket, és gyakorlatilag egy zsarolást folytat a kormány.